a Pentelé hagyományok ápolásának, hiszen Pentele ugyanúgy a város részét képezi. Csárna Gábor nyitotta meg a 7. Pentelei Kolbász Fesztivál és disznótoros rendezvényt. A versenyre idén 12 csapat nevezett. A résztvevők saját recept alapján készítették el a finomságokat. Hát először a kolbászhús megfelelő zsírmennyiséggel, mert akkor finom, akkor bors, nagyon szép piros paprika, csípős paprika, szerecsendió, fűszer, na most nem jut eszembe hirtelen a kömény, őrölt kömény, és ezeket megfelelő ízzel, meg a só. Az fontos hozzá, fokhagyma, és ezt aztán ízés szerint az ember megkeveri, megkóstolja, és mindig, ha nem nyersen a húst, akkor az igazi, és mikor már úgy találom, hogy jó, akkor a nejemnek viszek fel 3 kis fasírszerű kis darab húsokat, megsüti, mielőtt megtölteném, akkor megkóstoljuk, és akkor jön ki az íze sütés után. Úgyhogy ez a titok. Nincs, nem titok ez. Az elkészült gasztronómiai különlegességeket később zsűri pontozta, aminek tagja volt Farkas Lajos, az Intercéza Múzeum igazgatója is. Hát én gyerekkoromban nagyon szerettem disznótorokba járni, főleg a nagyszüleimhez, és hát gyerkőc, ott voltam a teknő mellett, ahol ugye keverték be ezt a kolbászt. Hát mindenféleképpen ugye őrölt paprika, piros paprikára szükség van, és az nem mindegy, hogy az hol szerzik be. Én mindenkinek ajánlom, hogy mondjuk az Alföldről, vagy itt a környéken, Cecéről például jó házi paprikával készítse, természetesen sóbors, és hát a fokhagyma szintén egy alapján, anyag, amennyire én, mint múzeumigazgató értek ehhez. A rendezvény fővédnöke Dorkota Lajos, Fejér megye és Dunaújváros díszpolgára, Csárna Gábor polgármester és dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő volt. Az eseményt a Pentele Sport, Kultúra és Hagyományőrző Egyesület szervezte meg. Úgy gondoltuk, mivel a kolbásztöltés hagyománya itt Dunapentelén elég régi, ugye 1800-as évekből már tudunk róla, így gondoltuk, hogy ezt a hagyományt szeretnénk feléleszteni, illetve hát a publikumnak megmutatni. A szervezők ingyenes kóstolóval, valamint színpadi koncertekkel készültek a látogatóknak. A legfinomabb kolbászért járó díjat idén az Alibi Pizzéria csapata nyerte meg.